Azt mondja, nincs internet kapcsolat. Hát, hogy nincs? Tényleg nincs internet kapcsolata? Szlánki. Velem teljesen. Tényleg nincs, mert itt sincs senki. Hallatlan. Ahogy lehallatlanoz. Két néző, négy light. Na, ez hogy jön össze? Tényleg nincs internetem, mi a szar van? Hát dolgoznék majom. HDMI. Négy, a padon át kell vigyem. Pardon. Á, itt vagy tó. Pusszancs. Pusszancs, musszancs. Na, a mai este arról fog szólni, hogy festünk. Igen, Margitok. Hát maximum merőfesték lesz mindenki. De a telefonom az lesz tökönlöve. Jaj, várjam, a melyem kanala ki ne fittyenjen. Várjál, úgy akarom csinálni, hogy lásd, hogy mit csinálok. Szeretném, ha kiesnél, hogy rohadj meg. Ettől jobban nem tudom lefordítani. Így látod, mit csinálok, ez a lényeg. Na, itt van, adva van a vászon, igen? Olvassad már, mit írnak, drága Ibikém, mert... Tapasztacip! Kapaszkodjál, Margit Melles! Pupika, puppanak művész. Nyugodalmas, szép estét kívánok, Márti Lélés. Jó, nem kell mindet, nem kell, csak kérdéseket. Az Isten rakja belén a fél lábát, ma állj már meg, de tényleg ségibe. Én már most festékes lettem. Hülye. Na, tehát adva van egy ilyen, ott egy kutya. Adva van egy vászon, iga? Iga. Na, akkor elkezdjük, van ilyen fajta festékünk, látod? Ezt a festéket fogjuk használni, csak milyen szín összekeverésében vagyunk érdekelve téve. Kérdés, milyen fajta vászon ez? Ez alapozott vászon kreatív házból veszed. Na, várjál, Ersi, mert hamarabb jár a kezem, mint az eszem. Várjál, tollak arrébb egy kicsit, mert mindjárt majd ide figyelsz, ide skubizol. Azt mondja, hogy azt mondja, ez kicsi lesz, és nem akarok sokat festeni, mármint nem akarok sokféle színt használni. Közben kiveszem a poharat, amire még szükséged lesz. Mondjuk kiveszek három színt, többet nem. Három poharat, te hülye, Márta néni. Három poharat kivettél. Lerakod. Maradj csöndbe, figyelsz. Nem ugatírozol, hátsó sorba is rendesen tessék ülned, Isten fáját neki. Igen. Szükséged lesz még te neked ilyenre, hogy mi a szar ez? Szilikonolaj. Látod? Na. Megfogod a poharat, széjjel szeded. Természetesen. Jaj! Mám borul! Hát mám borul! Az Isten verje meg! Úgy akarom csinálni, hogy láss, csak engem ne lássam, rettenetes látvány vagyok, de muszáj vagyok egy kicsit csalni. Így. Na, itt most látod. Ezt egy kicsit arrébb toljuk. Billeg egy kicsit, mert nem egyenes. Kiveszed a három poharat. Én úgy gondoltam, hogy ez a kék nekem nagyon tetszik. Ebből öntök az egyik pohárba. Úgyhogy nem öntöd ki, majom. Mert én kiszoktam, csak szólok. Így. Ennyit. Ebből a kékből, nem többet. Mert aranyárba van, csak szólok. Aranyárba van. Van kékünk. Van ilyen hínyere, nagyon rózsaszín. Ez nem tudom, milyen lesz gyermekem az úrba, de kipróbáljuk. Ez nagyon hirtelen jajveres, vagy nem tudom, milyen ez. Nagyon érdekes,
nagyon érdekes, mikor a malom kétetes. Öntöd, nem sajnálod, Margit. Mert ha kevés, az se jó. Ha túl sok, az se jó. Várjál, Erzsikém, várjál. Itten vagyok, Szla. Kék, ez a hirtelen veres meg, hát milyen legyik? Hát legyik egy kis aram benne. Legyen aram benne, legyen, vagy milyen legyen? Szürke? Jaj, nagy, nagyon hirtelen lilánk is van. Hát legyik akkor, mondjuk aran. Csillagósas aran. Látod? Ilyen aran szín. Figyelmezzél, mert utána nem ugatírozom el többet. Szép estét kívánok, drága. Igen. Ezt is fogod, beleöntöd. Nem sajnálod, Margit, mert ez drága múlottság, ez a festészet, mert azt hiszed, hogy szarír, húgyír van. Nem, édesem. Minden, és nincsen ponzorom. Nincs ponzorom, csak mondom. Nincsen ponzorom. Nincs ponzor. Volt ponzor, nincs ponzor. Sose volt. Megfogod a olívaolaj helyett a ricinus, mi az Isten ez? Szilikonolajat. Egy, azaz egy cseppet beleteszel. Egy csepp, nem kell több. Egy csepp. Így. Fogod, félreteszed, mert csak útba van. Előveszel patikába, tudod venni spatulát. Amivel doktor bácsi mondja neked, te megmondod, béj! Ebből kiveszel 4 darabot, majd mindjárt meglátod, miért kell 4. Elkezded kevergetni a... Jajaj! Elkezded, összekevered az olajjal, látod? Mintha főznél, anyukám. Így. Hopp-hopp, anyuka, figyeljünk. Nem tudom, milyen lesz, mert elég vadszínek, de majd meglátjuk. Szonta vak is. Hopp-hopp, mama, figyeljen, anyuka. Most jön, ami még nem volt, figyelmezzél ide. Előveszed ezt a nagy szart. Én egy kicsit csalok, mert teszek bele egy kis fehéret. Alulra, alulra teszek bele egy kis fehéret. Fekete a vásznon. Ugye, vagy a vászon, vagy miatt, mit beszélek már itt? Na várjál, itt már nem látod, de látod, jó van. Hoppa, ennyi elég, mama. És így festek, hogy rohadj meg Neiter Müller, de tényleg a neved napján vegyen elő a szaporafosás. Hopp. Már festékes lettem, ne törődj vele. Veszem elő a kéket, ugye? Lárd, de kék. Veszem elő a... Jaj. Ezt a jájverest, vagy nem tudom milyen ez, de elég csúnya színe van. Így. Aztán majd meglátjuk, milyen lesz. Veszed elő az aranát. Hopp. Már festékes vagyok, ne törődj semmivel. Jaj, várjál, mert így nagyon nehéz tartani. Muszáj vagyok lerakni, fiam, mert olyan lehetetlen helyzetekbe kényszerítem saját magam, hogy a valami rettenet. Ki kell kapárni? Az utolsó cseppig, Margit? Úgy? Hol a kukám, Erzsikém? Kivitted? Rágjam meg a húsodat. Óvatosan már, hát támaszkodol neki az asztalnak, mikor a Szent Lélek tartja. Várjatok! Várjatok! Mindig itt hagytok, várjatok! Semmiről nem maradsz le, csak kikapartam a festéket.
Gyere, édes csillagom. Így. Most jön ez a rettenetes szín. Hogy tegyem már, hogy jó tegyem, he? Jaj, Mária. Látod-e? Látod hát. Na, nem egy nagy truvájá, mondanám neked. Én rettenetesen élvezem. Mert olyan disznóolat tudok csinálni, mint senki más. Van még egy kis aranunk. Aztatat is beleöntjük. Aztatatat. Beleöntjük. Kikaparod az utolsó szemig, mert nagyon drága, Margit. Tényleg drága, hülye gyerek. Így. Grazie molto bene. Kell egy kis csillagom, abban van a gumikesztyű, add már ide, drágám. Mert kézzel nem akarom, mert akkor összebarmolok mindent. Na. Most akkor itt van ez a kis szütyöm, mit nekünk. Látod, hogy elválik a szaramájától? Nem keverednek össze a színek. Látod-e? Látod-e? Jó van. Na, figyelmezzél ide. Mi az anyám kínját akartam? Kesztyűt felvenni. Itt van nálam. Igen, főnököm. Igen, várjál, felveszem a gumikesztyűt, mert műtünk, operálunk, tamponszik-e akkor, műtünk, ulululululú. Ulululululú. Hát ez idő, míg én ezt felveszem a kis kezemre, de ne törődjél vele, várjál, türelemmel. Ez nem azért kell, hogy ne legyen retkes a kezem, hanem ha hozzáérsz a vászonhoz, az új lenyomatod rajta marad, és ez annyira nem szép. Ezért kell a gumikesztyű. Addig kínlódsz te, míg felborítod, de úgy nyaktaknyán tenyerellek, hogy elájulol. Margit. Nem baj, hogy olyan. Nem baj, csillag. Nem baj. Nem baj, édesanyám. Nem baj, csillag. Aranyos vagy, drága, de semmi baj nem lesz. Na, figyelmezzél ide. Várjál, rajt vagyok az ügyön, hogy te biztonságban legyél. Aha, figyeld meg, látod, kitaláltam? Na, igen, akkor most jön az, ami még sose nem volt. Megfogod ezt a nagy bizbas csillagszórót. Hát, ezt nem így akartam, de így is jó. De kurvára nem így akartam, bassza meg az Isten. Pardon. Hát, ezt nagyon nem így akartam. Hogy rohadjon meg, de tényleg rohadjon meg. Egyébként ilyen, de hát ez most kuka. Nézd meg, milyen gyönyörű. De hát nem így akartam. Hozd már ide, hogy csepegjék az én Isten. Nem baj, ne törődj semmivel. Semmivel se törődjél, majd kihozunk belőle valami jó pofaságot. Fogod, egy kis fehérrel körbeöntöd. Így. Jó. Bassza meg a nádirigó. Mondja meg a nádirigó. Van ilyen, hogy mellé megy, ne törődjél semmivel. Ó, nem, majd öngyilkosok leszünk. Hagyjál már békén. Így, és akkor ilyen az alja, látod? Nagyon szép. Nagyon-nagyon szép szégesz. Előveszed a sárkányodat, ha van otthon. Ha nincs, akkor vegyél, mert az kell hozzá. Ja, várjál, már nem látod. Most látom, hogy nem jól áll a kamera. Jó, Istenem, de sok bajom van beletek. Állj már meg, hogy rohadj meg. Na, jön a zsebsárkány. Hát ez így csúnyán folyt ki, mert elcsesztem, de ne törődj vele. Nem tudom, látod-e, hogy cellásodik.
Jó. Elzárod a sárkányodat. Azt kezded öntögetni ezt a kis valamit. Jaj, Istenem, de kurva kényelmet, hogy rohagy meg, Neider Müller. A neved napján rohagy meg, de tényleg rohagy meg. Hogy mindenkinek mindent adsz, nekem semmit. Naj. Na. Itten vagyok, Szla. És akkor elkezded így öntögetni szépen. Szépségesen megyünk előre a sikmezőre. Köszönöm, Ibike. Vedd onnan, kividd be a... Tegyed alá a kezedet, nem oda a fürdőszobába, drága gyémántom. Mintha először csinálnánk. Margit, mibe vagy? Margitom. Szépen óvatosan csinálod. Nem lóverseny, ráérősen borogatod a festéket. Jobbról, balra, balról, jobbra. Így csinálom, hogy lássad. Látod? Látod-e, hogy látod-e? Ott a sarkához még le kell folyik. Visszajövöl ide. Itten is hagyod, hogy szépen lefolyjon. Látod? Látod, hogy hagyod lefolyni? Oldalvájsz is folyik, ne törődj semmivel, majd nagyon szépen el fog ez itt, hogy hívják, olódni. Oszlódni, vagy minek indul már, oszlásnak, vagy mi az anyám kínját akartam mondani. Szépen hagyott ott végig folyni. Hadd folyjon, semmivel ne törődjé, ezért nagyon piszkos munka ez. Ám de annál látványosabb. Ám de annál látványosabb. Látd de, hogy szépen folyik le felle? Látd de, látd de? Látd de, látd de? Nézd kicsim. Szépen follik lefelle. Látd-e? Így. Akkor megfordítod. Ügyes be, nem olyan parfait módra, mint én. De hát nem mindig úgy sikerül, ahogy én azt szeretném. Főleg itt lányos zavaromba, hogy nézitek. Mert ez annyira mangánügy a festészet, hogy el nem tudom neked mondani. Jaj, Máriám, gyere le az égbe! Látd-e, hogy follik? Mere follik, de még az öreg Isten is tiszta festékeste. Az anyám picsájába fogjam meg, hogy jó fogjam meg. Na, folyjál akkor így. Várjál, Erzsikém, mert... Nem mindig úgy van, ahogy én azt szeretném. Nézd el nekem, ha balfék vagyok, én is most tanulom. Tehát én se úgy jöttem ki az anyám valagából, hogy tudtam. Te se úgy fogod csinálni, hogy dikkosztán kész is van. Óvatosan. Szépen csinálod. Ja, nem látsz semmit. Ibike, fordítsd már ide a kamerát. Legyél itt, hogy ők lássák. Vedd a kezedbe, Margit, mert engem látnak. Azt én meg már nem vagyok annyira érdekes. Úgy, úgy. Látd-e? Most megvárjuk, míg szétforulik. Látd-e, látd-e? Hadd folyjon, folyogasson. Gyönyörűségesen ide lefollik. És nem esik kezemre, hogy rohagy meg, Neider Müller, a neved napján rohagy meg. Akkor rohagy meg. Te de milyen szép le. Dik, mibe vagy, Margit? Hagy, és ez türelem munka, tehát ez nem úgy van, hogy gyere cipóham, bekaplak, azt már mindjárt kész is van. A nagy bánatot.
és csúszik, de mint a rossz nyavaja. Folyjál már lefele, hogy zavarodj meg a szabad kenyértől. Kicsit belenyúlok, de minek, azt nem tudom. Na, folyjál már! Ja, Istenem, te, de nem esik ám kezemre, sehogy se nem. Sehogy nem esik kezemre, fiam. Na. Ha megfogtad, akkor fogd meg, mert én abba vagyok, hogy fogod, mert azt érzékelem, hogy te fogod. Most összekentem a kezedet, Erzsi, mibe vagy? Fogjad, basszus kulcs! Fogjad, Margit, fogjad! Ne röhögjél, hülye gyerek! Hopp, kiesett a rajszeg. Ó, hogy a pusztulat egye meg. Fogjad. Fogom. Lefektessük. Fektessed le. Ez hülye ez a nő. Eskü nem normális. Rohadjak meg, ha épp eszik. Igen, itt még végig kell egy kis fehérrel folyatnom. Na most ilyenkor jön az, amit nagyon sajnálok, hogy ki kell dobni a gumikesztyűt. Ó, hogy a... Nem baj, majd ebbe is belejövök, mint kiskutya az ugatásba, ne törődjél semmivel. Semmivel se ne törődjél. Lejön a kettő a kezemről, mert már ezzel én nem tudok dolgozni továbbiakban. Arrébb dobod, mert gyullékony. Na. Most visszajövünk. Nézd. Ha így csinálod, akkor közelebb van, látod? Dékkel, Zsimibe vagy? Gyere a cellák fölé. Kell ez az állvány? Kell. Gyere a cellák fölé. A cellák fölé. Fordulj! Várjál, mert megőrülök. Várjál, basszus kulcs. Jó, fordíts meg, azt akkor te látod. Közelíts rá a cellákra. Így. Közelítsél rá. Hol van? Na, úgy elsikét. Rohadjak meg, de tehetséges vagyok. Ahhoz képest, hogy elrontottam egész jó, mi? Na, most jön, ami még nem volt, fiam. Mert ilyen még nem volt, hogy ilyet csináljak, de most sajnos szükség úgy hozza. Úgy hozzája szükség, hogy teszünk még bele egy kis fehéret, mert hát elfúrtam. Na hát, mondjuk meg a őszintét, ha elrontottam, hát elrontottam. Na, abesse rám az első követ, aki sose hibázott. De az azonnal. Az azonnalba, ha kérhetném én azt a tatat. Ezt mutatod?
Teszünk bele fehéret. Merde? Fehér? Anya! Csak egy van, az is rihe. Teszünk bele egy kis... Jaj! Olajkát. De csak egy csepp kell bele. Ne bolonduljál meg, hogy többet teszel, mert nem lesz jobb. Fogod, előveszel patulát, amit már az imént mondottam, volt vala bevezetőmbe. Összekevered. Látod? Ilyen az állaga, ilyen folyósas állaga van. És most jön, ami még nem volt, most csalok egy kicsit, de megtehetem, hiszen a saját képem, iga? Iga, hát. Hop-hop, várjál, anyuka. Várjál, anyuka. Ebből a hirtelen kékből teszünk bele, de ebbe már nem teszünk olívaolaj. Szilikonolajat, hülye. Így. Így, fogod, elrakod, mert itt hát ez itt csúnya lett. Na de meg tudjuk ezt még javítani, nem? De hát akkor megmaradjál, már üljél le magadnak egyet. Tiszta festék vagyok, lát, de? Na de ezért van itt a Szilvia, hogy ilyenkor előveszed a Szilviát. Ne, engem mutassál csak a kezemet. Úgy. Úgy, szépségesen, megkereszteled, mint a gyereket. Így. És fogod, marha ügyesen, nem úgy, mint én, sokkal ügyesebben. Így, ezt félre rakod. És megint jön a pocsékolás, mert jön a kettő. De mondom, nem urizálásból, csak rajta marad az új lenyomatod, és az olyan csúnya. Akkor, hogy de nagyon. Várjál, veszem fel az óvszert a kezemre. Óvszert ad. Nem egy nagy trovály, bárki meg tudja csinálni, én azt mondom, bárki. Fogod, ügyesen a nagy kacska kezedet beledugod, ahogy én. Így. Hozz közelebb, mutasd meg. Látod, itt már cellásodik szépen. Nagyon szépen cellásodik. Most fogod, egy kicsit rágyúrsz ebben a zsebsárkánnyal. Látod a cellák, hogy jönnek ki? Látod-e? Ide néz, fiam. Látod-e? Jó. Kicsit félre rakod. Azt mondod magadnak, hogy éj, Márta, de rohadt ügyes vagy. Jaj, de hülye vagy, Márta. Édes teremtő Istenem. És megint elkezdett szépen folyatni. Folyatod. Bevállok, mert én nem maradok. Folyatod. Így. És akkor szépen vissza. Jó. Ne lennék öreg. A rohadás öljön meg engem is. Miért öregedtem meg, Margit? Nem voltam meg fiatalon leginkább. Mi?
anyát. Csájáj. Össze is kentem a pizsamán, megőrülök, mosolytam. Na, nem baj, ez itt szépen lefolyik. Várunk egy cseppet. És nincs nálam Szilvia. Úgy rohadjak meg. Szóval ez ilyen hat emberes dolog lenne. Hát még az, hogy ugye, hát na, hát nem vagyok egy hatkezű polip. Várj, Ibike próbál segíteni. És sikerült is a drágának, tiszta testé, hely, az öreg isten is. Ezért kéne hely, nem urizálásból, hanem hát, hogy itt meg kell hozzá hely. Hely, hely! Szépen végig folyt, itt még nem. Itt meg kell döntenem erre. Erre kell megdöntenem. Mutasd a szélét. Látod, hogy a széle is szépen be, hogy hívják, kolódik? Itt még le kell folyatnom, mert annak a szél, oda menjél. Oda menjél, Erzsikém. Mert ott a széle még nem jó. Lefolyt már a masz a szélen? Nem. Akkor még folyatunk. Ó, édes jó Istenem, érkeztem én ezt el, mert hülye vagyok. Mert szeretem, hát miért? Hát azért, mert szeretem vajon. Ha vajon miért? Ja, még erre is kell. De csak akkor tudok arra menni, ha itt már végigfolyt. Végigfolyt, Erzsikém? Igen. Ezen az oldalt. Még nem. Na látod. Édes vagy, hogy segítesz, csak figyelj oda, drág. Ébike, ülj le egyes! Hoppá, Rézi, mi? Aha. Így? És akkor erre is kell még folyatnom? Mert azt te látod onnan, anyám, azt én nem látom csillagot. Kukuc! Szóljál, ha folyik rendesen, vagy ha nem folyik. A szélét nézd, Margit! Nem folyik. Nem folyik? Nem. Nem az anyádat meg bököd. Most se nem folyik? Nem-e? Nem. Hát nem rohad meg. Hát akkor belemártjuk. Ugyan pofára esik. Olyan lett? Nem, még kiándik. Olyan lett? Még mindig hiányzik róla. Akkor majd megoldásként. Na, várjál. Aha. Látom, innen is hiányzik. Szarunk rá, ne törődjön, fiam. Kicsit belesegítünk. Mégpedig úgy segítünk bele, hogy tedd le azt a szart, egy kicsit. Tedd le azt a szart! Hát ne rögj, mert be fogunk pisilni, te hülye! Ibi, ha beleesik a festékbe, olyat kapsz, apám, mint még sose életedben se rám, sose nem. De hogy fixálom le? Hát ez az. Luzi! Luzi, kapd a szám. Nem fogja, mit szeretné? Fogja. Én a homokórát megállítani, csesz meg. Félkezem szabad. Ebből a szarból öntöttem? Igen. Nem. Ám van, amiből amit használtam kék. Itt mi van, vagy Margit? Mi? Az ott. De hogy az? Akkor a lábadnál van valahol. Hát de nincs a lábamnál, Margó. Aha. Pardon. Jó van, én vagyok a hunyó. Na most csalunk egy kicsit. Lehet, lehet. Hát akkor meg hagyjam a békemet. Úgy. Na, úgy ne. Ez mindjárt jó lesz. Ez az alkotói szabadság. Vagy mi az anyám kínja. Na, várjál. Most jövök a gépfegyverrel.
alkotói szabadság. Hát nem, majd hagyom, hogy beleszólj. Tudod, mikor? Sose napja. Hop, hop. Dick! Mibe vagy, Margit? Öreg vagyok én már, nehe. Ha felleáll a sorát, így a... Jaj, anyám, gyere le. Add el a házat, édesmama. Édesmama. Azt nem mondta, hogy nem vagyok tehetséges, úgy nyakon csergettek, a fejed leszakad. Hoppá, Rézi, mi? Szépen ott lefolyik. Ha lefolyik, ha lefolyik. Kérek egy kis Szilviát, Ibike, Ibike. Kérek egy kis Szilviát, de Ibike. Grácia. Na, várjál, még nincs kész. Hát mondtam én, hogy kész van, én nem mondtam. Majd én szólok, mikor kész van. Nyugodjál meg, attól megnyugszol. Unastuk, kerem. Jobb, mert akunk vagyok. Még ennek folyni kell, eme oldalról, de ez nem baj. Semmi se baj, fiam. Tudod, a baj a nyaktörésnél kezdődik. Meg a nyárba, mert nyakon váglak, hülye gyerek. Drágáim, átveszem Ibikétől, az csacsarászok ti véletek. Ibike meghív engem egy jó kis habos kávéra, mert ilyenkor, mikor elönti a forró láva az agyamat, akkor egyszerűen se Isten, se embert nem ismerek. Na. Hát ezt tudtam alkotni máma. 278 ember. És milyen jól viselkedtem. Úristen, de közel hoztam a fejemet, azt a nagy lapocka fejemet. Na. Tetszett? Tetszik vagy nem tetszik? Nyugodtan megírhatod. 275-en vagyunk, van 68 like. Meg 992 forintom rohadjon a kezem. Á, nincsenek szavaim. Mi annyira szörnyű, vagy mi a bánat? Szépség, ugye, hogy szép lett, pedig elrontottam. Na, de hát innen szép felállni, Margit. Nekem nagyon csoda szép, ugye, hogy szép lett? Folyik lefele szépen, és ez még világosodik lassacskán az elmém, a legenda oda. Ki csüng anyja szerelmén észreveszi, hogy milyen ostoba. Igen, nagyon kiváló. Nagyon szép lett, ugye, hogy szép lett? És mondom még itt, ez majd szépen itt elavászkodik magának, még arra is avászkodik.
tisztára, mint a Balaton. Nekem a Balaton, a Riviera. Csak mondom, nagyon-nagyon mocskos munka. Tehát iszonyat piszkos, nagyon piszkos. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon piszkos munka, de engem abszolút nem érdekel, sose féltem a piszoktól se, meg a munkától se. Ezt tudtam már ma alkotni. Tik hogy vagytok, drágáim? Már ha így bemutattam a művészetemnek eme ágazatát, áruljátok el, hogy s mint vagytok, mert különben megérdekel. Nagyon szuper, köszönöm a lehetőséget, hogy végignézhettem. Egyelek meg? Hát ebben nincs titok, kicsim, annyi videó van erről fenn. Gratulálok a szép alkotáshoz, nagyon szépen köszönöm, drága. Az a baj, nem baj, de nekem baj, hogy nincs szponzorom. Ponzorom, úgy egyszerűbb mondani, ponzorom nincsen, mert ha lenne ponzorom, bánna az öreg is, hogy mennyi festék megy kárba, de így elég sok. Na mindegy. Görög, sti... Micsoda? Várjál már. Jaj, várjál már. Görög stílusi színekben is, kinézetben, meseszép. Szia, Mántika, nagyon szép, ügyes vagy. Szuper volt látni, nagyon szép lett. Nagyon szépen köszönöm. Ebben állom jobban nincs. Nagyon helyes. Matyó Évi, szia, csillagom. Csodálatos lett, Mántika. Figyelj, nem muszáj, hogy tessem mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, Ágika. Nem mindenkinek tetszik, nekem nagyon. Baromi látványos, mert baromi látványos, és nagyon szépen köszönöm, Elzbetám. Csak mondom, rettentő sok festéket igényel, mert hát ugye ide folyik, oda folyik, amada folyik, és ez még nem is a legdrágább festék. Nagyon jól sikerült, és szépet, nagyon szépen köszönöm, drága. Majd holnap, mikor megszárad, majd akkor megmutatom akkor is, hogy millen lett. 42 percet csinálom, az igen. Köszönöm, jól vagyok, köszönöm, hogy végig követhettem. Drágám, nincs mit, édesem, mert nem titok ez. Nem titok ez. A kép címe Balaton, Ukrajna színeivel. Hát hol látsz ebbe? Hát ebben nincs sárga lelkem. Vagy van? Hát ilyen jajveres van. Csokolom szép estét, Kossuth Mihály. Üdvözlöm, drága. Csak nem rokona a nagy Kossuthnak. Elég ritka név a Kossuth. Hű, de nem látok, csezd meg. Kicseréltem a kontaktlencsém, most meg festékes a kezem. Ilyenkor olyan nehezen látok, meg kéne műteni a szememet. Na, várjál, olvasom. Suezi csatorna. Zack und Pack, mennyibe van egy ilyen festmény? Én is szeretnék csinálni, de nem tudom, mennyi lenne. Ágikám édes, bemész a Szita festékboltba. 13. kerület, üsd be a Google-ba, Szita festék. Ott vegyél ilyen fluid art. Rengetegféle színben van, rengetegféle színben van. Megveszed a vásznat, az olyan körülbelül 10-12 ezer forint, mert hogy ez fekete vászom, alapozott fekete vászom. Hát ez úgy cakkumpakum. De cakkumpakum hogy lehet egy képet? Ez nem olyan, mint tízek a párizsi egyelek meg. Cakkumpakum nem tudom elmondani. Mennyibe kerül, drága, mert benne van a művész értéked is. Érted? Tehát nem mondhatom azt, hogy mit tudom én, 60 ezer forintban van. Ne, nem mondhatom. Hát és akkor, érted, munkácsinak, na jó, hát hol vagyok én munkács, hát azért várja már Márta. Szóval így készül, szóval így. Szép estét, nagyon szép lett a képületre, köszönöm szépen. Nagyon szép lett, köszönjük, jól vagyunk, Mártika. Jelenleg horgolok egy babát, süsi sárkány lesz, első munka. Egyelek meg, döntök, borítok, és kész a csoda. Hát nem egészen úgy van, majd meglátod, kezdjél neki, próbáld ki. Hát figyelj, ez aztán nem kell művészi hű, de nem tudom én micsoda. Nem kell. De nem mindegy. Látod, én is elrontottam az elején. Mert ugye nem úgy fettem le azt a nagy műanyag kutyafülét, hogy majd onnan szépen kifolyik a festék, hanem ráöblött. Na, onnan felállni szép. Na, onnan felállni szép.
Ezeket hogy fejezed ki pénzbe? Sehogy. Megmondom őszintén, sehogy. Én rettentően szeretem, nagyon-nagyon szeretem csinálni. Nagyon szeretem. Annyi örömet ad, annyi megnyugvást ad, hogy jaj, megjött a kávém, Brit, mibe vagy, Margit. Na, hát örülök, hogy velem tart. Igen, tetszik, de úgy érzem, a színek kicsit összemosódtak. Az elején jobban látszottak a színek, de ettől függetlenül szép lett. De most figyelj ide, Nyuszi. Hát nézd így meg. Nézd így meg. Az, hogy összemosódtak a színek, az nem igaz. Mert pontosan azért, mert ugye kiborult, ezért húztam ide egy ilyen kék választó valamit. Látod, milyen mocskos? És itt meg kell várni, míg szépen alul is lefolyik. Látod, gyönyörűségem? Ha ezt ide nem teszem be középre ezt a kéket, akkor azt mondom, hogy igazad van. De minek utána szinte elválasztottam, nekem tetszik. Hát nézd oda, így kerek a világ. Kinek a pap, és még cellásodni fog, még már megborítom, mert még le kell, hogy folyjon belőle festék. Mert így az életben nem szárad meg, gyerekem. Soha az életben. Itt cellásabb, való igaz, mint itt. De engem ez nem zavar. Ez a művészi alkotói szabadság, drágám. Ahhoz kell nagy művészet, művészi érzék, hogy milyen színeket válogassunk össze. Mártika csodálatos, nagyon tetszik, édesem. Ehhez azért kellene egy műterem, mert így nem lehet dolgozni, hidd el nekem. Ne, hidd el, hogy nem lehet. Egy szuper keret a képnek, és tökéletes. Ennek nem kell keret, ugyanis ennek a kerete itt van. Látod? Ha te ezt bekereteszteted, akkor hát minek? Őszintében mondd meg nekem, hogy minek. Ott még nem folyt le, majd ott meg kell, de látod, opari. Látod, ittemán, ottan már lefolyott. Ezt nem kell keretezni, gyönyörűségem. Ezt a fajtát abszolút nem kell keretezni. Pim, pirim, 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 pirim. Hű, de fáradtam te. Ilyenkor az kimegy belőle minden erő, de minden erő. Na, gyújtsunk rá, mert azt még megtehetem. Meg kell borítsam majd arra, majd adok két spatulát Ibikének, azt megborítja. Nem lett ez rossz. Holnap csinálunk egy másmiért, ha gondoljátok. Vagy hagyjuk a festést, nem akarok senkire semmit ráerőltetni. Inkább nyelvóra legyen, mint festészet? Várom a válaszokat, elvtársak, vagy mi a tök. Nekem tetszik. Nem ijedt meg, amikor nem úgy sikerült, kijönt ilyen a festéket, de visszahozta, gratula. Hát ehhez kell tudomány, Andi. Hidd el nekem, pedig láttad, milyen bénán öntöttem ki. Látszik rajtad, hogy feldob az alkotás engem nagyon. Igen, csináljunk, oké, fessünk. Festés legyen, festés, festünk. Ó, Margit. Szívesen nézem, hogyan születik. Igen, jó. Márti néni, utazom haza vasárnap, nagyon várom. Fessünk, az nagyon érdekes. Jó, csillagom, festés. Szeretnék holnap is festést nézni. Festés. Inkább festés. Jó lesz, kérjük a következő festés. Festés. Hát ez nyert. Szerintem nem kell keret az... Á, nem is való hozzá. Ez nem való keret, kincsem. Ehhez tényleg nem való keret. Uh-huh. Szemetes mutatta így, hogy milyen szép benne a papír. Mivel már több nyelven tud az osztály, így ideje mást is tanulnunk. Nagyon jól mondod. Már mi perfectly jó vagyunk. Ja. De elfáradok, kimegy belőlem minden energiát. A vásznat így lehet kapni már kifeszítve fára? Igen. Beütött, hogy kreatív ház. Sugok. Az a legolcsóbb, és jó minőségben van, kreatív ház. Regisztrálsz, azt megrendeled.
Lehet utánvétel fizetni. Én előre sose fizetek. Én semmit előre. Utána megjött, akkor kifizetem. Megtetszik még? Én hogy a viharban nem utatnám? Hát parancsolj, tessék ki, Bika, átadom neked a stafétapotot, mert leszakad a kezem. Ez mind elfáradtam. Te elmondod, hogy mit csinálsz? Hát apám, 56 keze van a nőnek, nem érted? Neked akartam odaadni, hogy olvast. Olvassa a bánat, hát olvasod te. Avval foglalkozz már, hát Erzsi, mibe volt? Ez a kék világosabb életben. Hát itt nagyon sötét. Nem ennyire sötét a kék, el ne hidd. Sokkal világosabb életben. Nem adja vissza, soha nem fogja visszaadni. Akármilyen telefonod van, soha nem fogja. Sokkal világosabb kék. Sokkal világosabb kék. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok, drágáim. Tényleg örülök neki. Nincs itt semmi humboldálás, hogy hűha, meg nem tudom én, semmilyen nincs. Látod, hogy válik szét a kék? Annyira szép. Hát csak mocskos, mint a frász. Van még 2-3 vászon, hát majd rendelünk. Majd rendelünk édes szerzékébe. Sokkal világosabb a kék, de sokkal világosabb a kék. Itt egészen mély kéknek látom, nagyon sötét kék, pedig nem. Mint az égbolt olyan kék, ugye? Nekem a Balaton, a Riviera. Na jól van, drágáim, nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, csillagbogaraim. Ágyik meg a jó Isten benneteket, mi? Nagy totál. Hatalmas, nagy totálisan, totál. Merci beaucoup, mon chéri. Minél tovább nézem, annál jobban tetszik. Hát, így szokott lenni. Majd jöttem. Pupi cunami!